Sokan csalódottak, amiért nem a Vajdasági Magyar Szövetség nyerte meg a választásokat Szabadkán, mondta Pásztor Bálint. A VMS szabadkai lista vezetője hozzátette, nincs ok a szomorkodásra, hiszen a VMS 22 képviselőt delegál a városi képviselőtestületbe. Ennél 2004-ben szerzett több mandátumot a párt a szabadkai városi parlamentben. Én azt szeretném mondani, hogy az eredmény miatt nem kell csalódottnak lenni. Az emberek egyáltalán nem hiába szavaztak ránk. Köszönöm szépen még egyszer nekik a bizalmat. Ezt a bizalmat ígérem, hogy meg fogjuk szolgálni, és ezt a bizalmat arra fogjuk használni, hogy a következő 4 esztendőben az önkormányzatban sokkal nagyobb mértékben érvényesüljön a mi programunk, a mi víziónk, a Vajdasági Magyar Szövetség elképzelései, mint ahogy az az elmúlt 4 esztendőben volt. Pásztor Bálint azt mondta, sokan abban reménykednek, hogy a VMS delegálhatja Szabadka polgármesterét. A párt szabadkai lista vezetője hangsúlyozta, már a kampány idején is kijelentette, csak abban az esetben tölti be a polgármesteri tisztséget, ha a VMS helyi szinten megnyeri a választásokat. Szabadka polgármesterét a Szerb Haladó Párt adja, tette hozzá Pásztor Bálint. Ott leszünk az önkormányzatban, én magam is szeretnék részt venni az önkormányzatnak a munkájában, annak érdekében, hogy amit a kampányban ígértem, ígértünk, azt meg tudjuk valósítani. Annak ellenére, hogy én köztársasági parlamenti képviselő leszek továbbra is a választások eredményeképpen, még egyszer mondom, a szabadkai ügyekkel is szeretnék foglalkozni, és közvetlenebb módon a szabadkaiak érdekeit képviselni, mint ahogy az elmúlt időszakban volt. A koalíciós tárgyalások még nem kezdődtek meg Szabadkán. Pásztor Bálint azt mondja, valószínűnek tartja, hogy a VMS része lesz a koalíciónak. Pillanatnyilag még nem tudni, ki tölti be a városi képviselőtestület elnöki pozícióját és az egyéb funkciókat. Pásztor Bálint hétfőn reggel SMS-ben gratulált Bogdán Lábánnak a Szerb Haladó Párt győzelméhez. Szabadka jelenlegi polgármestere a szerdán délután megtartott sajtótájékoztatóig nem válaszolt az üzenetre.